Megérkezett az első menetrend szerint üzemelő kargójárat a Debrecen nemzetközi repülőtérre. Egy Boeing 757-es típusú légijárművel csak csaknem 30 tonna e-kereskedelmi érkezett Kínából, Grúzián keresztül a Debrecen nemzetközi repülőtérre. A járat a tervek szerint a jövő héttől menetrend szerint hetente négy alkalommal közlekedik majd a két célállomás között. A repülőtér megszerezte az úgynevezett kargó operációhoz szükséges összes engedélyt, továbbá az ehhez kellő infrastruktúrális fejlesztéseket is végrehajtották. A légi szállítmányozás a megnövekedett áruforgalom és a gyors kifutású termékgörbék miatt egyre nagyobb szerepet tölt be a nemzetközi árufuvarozásban. A szeptemberben kinevezett új menedzsment kiemelt célja, hogy a repülőtér rövid távon ismét elérje a 2019-es évi utasforgalmat, valamint tovább erősítse áruszállítási tevékenységét.